Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Ragoncsarita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Európa több országából érkeztek beküldött minták arra a borversenyre, amit néhány napja tartottak Szekszárdon. Világaim címmel nyílt kiállítás a Bonyhádi Művelődési Házban. Rendhagyó irodalomóra, különleges előadás Petőfiről. Európa több országából érkeztek beküldött minták arra a borversenyre, amit néhány napja tartottak Szekszárdon. A szintén nemzetközi zsűri fél száznál is jóval több tételt kóstolt végig. A programnak minden korábbinál nagyobb sikere volt. Négy vörös és fehér tételt kóstoltak végig a 28 fő zsűri tagjai április 3. szombatján Szekszárdon. A Tolnai Vármegye székhelye adott ugyanis otthont az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje által szervezett borversenynek. Az öreg kontinens több országában saját legációval rendelkező közösség 2019-ben köszöntötte első szekszárdi tagjait. Egy nagyon jó ismerősöm, az ajánlom, a dr. Mészáros Sándor keresett meg ezzel, hogy ha itt élek Szekszárdon, biztos, hogy a bor, a történelmi borvidékhez való hozzáállásom, ismerettségem, hogy szeretnék-e a borlovagrend tagja lenni, és szeretné, ha az lennék, ezáltal bekerültem, és én a szekszárdi borvidéknek a hírnevét szeretném öregbíteni, és bemutatni a borlovagrenden belül Szekszárdot és a bort. 2020-21-ben a Covid miatt sajnos egy kicsit megálltunk, de sikerült 2021-ben és 22-ben is Szekszárdon egy nagyszabású avatási ünnepséget összehozni, és ennek keretén belül Szekszárdon mindjárt egy 9 fős csapatunk lett, akik a borlovagrendhez tartoznak, és a jövőben ezt ugyanígy szeretnénk növelni, ezt a létszámot. Ha elérjük a 20 főt, akkor külön legáció lehet Szekszárd is. Én ezen munkálkodom, és hogy a történelmi borvidékre mind Szekszárdon minél több programot el tudjunk hozni, a győrieket, a szegedieket, az egrieket, az esztergomiakat, soproniakat ide csalogatni. Ez pedig a mostani rendezvényt elnézve sikerülni is fog. A több éves múlttal bíró verseny ugyanis most Szekszárdon vált első alkalommal nemzetközivé. Szlovákiából, Felvidékről és Ausztriából, Burgenland térségéből vannak borászok. Ez egy nagy megmérettetés. Bízom benne, hogy olyan sikere lesz, hogy jövőre ismételten Szekszárdra jöhetünk borverseny céljából. Az Európai Borlovagrendnek idehaza 300, nemzetközi szinten pedig 500 tagja van. Ők nem csak a kultúrált borfogyasztást népszerűsítik, hanem rendszeresen szerveznek jótékonysági akciókat is. Céljunk mindig az, hogy a bornak és a kereszténységnek a tisztelete és a jótékonykodás. Tegnap előtt volt győrben egy nagyon nagy kulturális esemény, Canterbury Gálának hívják, ahol borászok szerepelnek, és a befolyt pénzösszeget jótékonykodásra fordítjuk. Ez volt az első nagy jótékonysági rendezvényünk. Büszkén elmondom, hogy például szekszárdi borász, a Bodi borászat által hozott bemutató terméket 1,5 millió forintté vitték el. Tehát mondhatom azt, hogy Szekszárd 1,5 millió forintra hozzájárult a rászoruló gyerekeknek a megsegítésére. Ezen kívül avatási ünnepségeink vannak. Lesz avatási ünnepségünk Győrben, Szegeden lesz az első, aztán Sárospatakon a második, majd ezt követi a győri ünnepség, és akkor zárja majd a soponi ünnepség. Ez egy templomban, felvonulással, zenével, táncolók, mazsorettekkel színesített program, ahol új tagok belépése, illetve előlépési lehetőség teremtődik. Külön érdekessége volt a mostani rendezvénynek, hogy nem csak a beküldött tételek közül érkezett, több is az ország határain kívülről. Így volt ez a zsűri egyes tagjaival is. Ez a nemzetközi borverseny, hogy jelenleg is a tegnapi nappal 40 fő érkezett, és mára már 60 fölött van az érkezők száma, akik a díjkioszton és a vacsorán részt vesznek. A zsűri is nemzetközi, osztrákok, szlovákok, borlovagrendi tagok vannak itt, akik szerettek volna Szekszárdra eljönni.
Szekszárdon az elmúlt hetekben egymást váltották a borversenyek, amik alkalmával évről évre egyre jobb nedük kerülnek elő a pincékből, ez pedig a Tolnai Vármegye székely hírnevét öregbíti, mondta a Gyurkovics János alpolgármester. Amikor ilyen közös együttgondolkodás és közös célok, programok fogalmazódnak meg, annak örülünk, örömmel adunk helyet és működünk együtt. Főleg most úgy, hogy Szekszárdon a március és az április hónap a borversenyek hónapja. Több borverseny kerül megrendezésre a városunkba. Hát a legnagyobb a borvidéki borverseny, aminek majd egy hét múlva lesz a díjátadója, és hát ott is kíváncsian várjuk az eredményeket és a városborának a kiválasztásáról szóló döntést is, és hát kertbarátok rendeznek borversenyt, a székhelyek rendeznek borversenyt, és hát civil szervezetek is többen vannak már, és hát gyakorlatilag ezáltal a nagy borászaink egyértelműen a borvidéki borversenyen mérettetik meg magukat, a kisebb borászatok azok pedig az általam említett borversenyeken, és az a tapasztalatunk, hogy értékes kincsek kerülnek elő, a szerénységből adódóan nem mindig mertek indulni, de az utóbbi évek tapasztalatai az, hogy így akkor a teljes paletta most már teljessé válik, a nagyborászaink és a kistermelőkkel való kiegészítés során. Az Európai Borlovagrend tagjai a tervek szerint idén még találkoznak majd Szekszárdon. Milyen a valódi Irán? Egy ország, amely atombombát fejleszt, ahol önkényesen tartóztatnak le embereket és elnyomják a nőket. Ez lenne a valódi Irán? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adott választ a Kultúrkortyok Szabad Egyetem e-havi előadója. Simik Ágnes idegenvezető, akinek nem az volt a célja, hogy gyönyörű látványosságokon keresztül mutassa be az egykori Perzsa Birodalom helyén álló országot, hanem inkább az, hogy megértesse Iránt a megjelentekkel. Mert a távoli és egyben rejtélyes országot érteni kell, főleg annak tudatában, hogy közelmúltbeli történelme máig aktív hatással van jelenére. Ezúttal Simig Ágnes tartott előadást a Kultúrkortyok Szabad Egyetem című program sorozat részeként a Babits Mihály Kulturális Központban. Az idegenvezető egészen iránig kalauzolta a résztvevőket. Ági 6 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy szeretné megismerni az országot, és teljesen egyedül egymaga indult útnak. A valódi Irán nevet választottam a címének. Nem véletlenül ez nem annyira a látnivalóknál fog szólni, persze az is említésre kerül, hiszen Irán egy gyönyörű ország, amit kevesen tudnak. Pedig sok ezer éves történelme van, de a média az elég egy oldalon mutatja be ezt az országot, nagyon sok negatívumot hallunk róla. Például az, hogy mindenki csadorba burkolózik, ami egyébként nem is igaz. Az iszlám rezsim, hogy elnyomja a lakosokat. És igazából más nem nagyon kerül szóba, pedig Irán az egyik leggazdagabb kultúrájú ország, és amikor én először 6 évvel ezelőtt, igen, egyedül nőként vágtam neki ennek az országnak, hát pontosan nekem is azt mondták, hogy na majd élve nem fogok hazajönni, és nem, hogy nem ez történt, de egy olyan országgal találkoztam, ami nagyon nagy hatással volt rám, és bebizonyosodott az, hogy amit a médiában hallunk, illetve amit a helyben tapasztalunk, azért egészen más lehet, és nagyon jó, hogyha az ember személyes tapasztalatokat gyűjt. Hiszen bár amit hallunk a médiában, az igaz egyrészt, de azért nem szabad ezt az ott élő emberekkel azonosítani. Mert amikor én ott jártam egyedül nőként, akkor nagyobb biztonságban éreztem magam, mint Európa bármelyik nagyvárosában. Vendégségbe hívtak családok rendszeresen, és olyan vendégszeretettel találkoztam, amiről nem tudtam, hogy létezik előtte.
Úgyhogy ez volt az első látogatásom. Nagyon örülök, hogy dacoltam mindenkivel, és mint azzal, hogy próbáltak erről lebeszélni, mert azóta már sokszor voltam. Legutoljára is egyedül hátizsákkal vágott neki a kalandnak, akkor az ország északi részét fedezte fel. Ami egy zöld vidék, Irán ugyanis egy óriási ország, úgyhogy apránként lehet felfedezni. Minden megtalálható itt ebben az országban is. Ezzel az előadással igazából az a motivációm, hogy megmutassam az embereknek, mennyire félreértjük ezt az országot, meg általában nagyon sok mindent, és amiről nem tudunk, nincs információnk, attól általában félünk. És ezért jó elmenni, megnézni saját magunknak, tapasztalatokat gyűjteni, és teljesen más képet kaphatunk róla, és ez volt életem egyik legtanulságosabb útja. De vajon honnan jött az ötlet, és miért pont Irán? Ezen már gondolkoztam én is, mert nem érdeklődtem, kimondottam a perzsa irodalom, vagy perzsa történelem iránt. Talán volt egy-két ismerősöm, akiről hallottam, hogy voltak, és pozitív élményekkel jöttek haza, és amikor utána olvasgattam egy kicsit, hogy utazók mit mesélnek, mindenkinek pozitív volt az élménye, úgyhogy akkor gondoltam, hogy ez nem véletlen. Ez az egyik oka. Másrészt meg nem tudom, hogy másnak is van-e ilyen, de amikor azt hallottam, hogy Teherán, semmit nem tudtam róla, de valahogy olyan a csengése, hogy oda vonzott engem. Van egy-két ilyen hely. Nem azért, mert sok mindent tudtam róla, egyébként nem is a legszebb város Iránban, egyáltalán nem, de mégis valahogy úgy éreztem, hogy nekem Teheránba el kell jutni, és addig nem nyugszom, amíg oda el nem jutok. Mivel nekiindultam, ezért, mivel már olvastam és gyűjtöttem információt, tehát én tudtam, hogy ennek van egy másik oldala is, és nem szabad azonosítanunk egy országot kormányzó rezsimet az ott élő emberekkel. Ez nekem már akkor világos volt, hogy ez a kettő el fog válni egymástól, de nem számítottam ilyen fajta vendégszeretetre és kedvességre, tehát mégis rengeteg meglepetéssel szolgált. És azóta is ilyen országokba szeretek menni, amiről keveset tudok, mert ott élnek a legnagyobb meglepetések, meg a legnagyobb tanulságok. Ott élni nőnek, meg turistának lenni nőnek, az más dolog. Természetesen az, hogy én ott vagyok 2 hetet, egy picit figyelnem kell az öltözködési szabályokra, az egy dolog. Azt túl lehet élni, és megéri. Ott élni, azért az már egy más kérdés, mert valóban a nők helyzete az nem túl jó. A hírekben most is sok minden van Iránról, minden csak nem jó, és ez így is van. Úgyhogy elválasztanám azt, hogy ott élni nőnek, illetve turistának lenni. Ha olyan szempontból kell mondanom, hogy turistaként, nőként, és hogy hogy állnak hozzá, amit a Közel-Keleten lehet hallani, hogy néha udvariatlanok, azt egyáltalán nem tudom itt mondani. Itt inkább örülnek minden látogatónak, nőnek, férfinak, bárki legyen az. A lakosok egyszerűen értékelik azt, hogy a médiában sugárzottak ellenére valaki veszi a bátorságot, és eljön mégiscsak Iránba, és akkor mindent megtesznek, hogy jól érezze magát. 6-szor voltam, 3-szor ugyanazt a programot jártam be, mert idegenvezetőként dolgozom, és megvan egy fix programunk, amit végigjárok. Ezen kívül 2-szer voltam egyénileg, és akkor különböző részeit néztem meg Iránnak. Legutóbb egészen távoli falvakban voltam, ahol tényleg turista is alig jár, úgyhogy kis oázisokban, sivatagi falvakban, afganisztáni határi közelében is. Nem nagyon találkoztam egyetlen turistával sem, és én hozzáteszem, hogy angolul nem nagyon beszélnek, de még ez sem kell, hogy visszatartsa az embert, mert mindent meg lehet oldani. Még ez sem akad, főleg manapság nem, amikor már az interneten keresztül is sok eszköz rendelkezésre áll. Az idegenvezető arra buzdít mindenkit, hogy ne féljenek új területeket, kultúrákat megismerni. Én csak azt tudom mondani, hogy egyrészt nekem a Közel-Kelet az egy nagy kedvencem, pont az emberek kedvessége miatt, meg azért, mert olyan látnivalók vannak, amiről nem tudunk. És eláll az ember lélegzete is, olyan szépek, csak éppen nincs olyan gyakran a médiában, mint mondjuk Róma, vagy Párizs, vagy a perui Machu Picchu. Pedig vannak olyan szépek. Inkább azt mondanám, hogy igen, a média mögött még van sok minden egy országgal kapcsolatban, és információt kell gyűjtenünk, és hát ha lehetőség van személyes tapasztalatot, erre persze nincsen mindenkinek alkalma, de a pontosan ezért én meg előadásokat tartok, hogy egyrészt ösztönözzek másokat, hogy utazzanak, vagy egyáltalán csak, hogy egy mélyebb képet, egy árnyaltabb képet kapjanak az országról.
A Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Központban Juhász Ildikó Világaim című kiállítás várja az érdeklődőket. A nyugdíjas éveiben járó festőnő örömmel ragad ecsetet már gyerekkora óta. A tárlat, amely minden technikát megmutat, amivel szívesen dolgozik Ildikó, május 5-ig tekinthető meg Bonyhádon. Juhász Ildikónak a festéshez való ragaszkodása egészen kisgyermek koráig nyúlik vissza. Nagyon szerettem rajzolni, tehát ha bármilyen eszköz, amivel rajzolni lehetett, vagy nyomot hagyni valamin, akkor azt én megtettem. Tehát azért mindenféle csinytevés is belefért a viaszos vászontól kezdve a csempére, tehát én mindig rajzoltam. Ez volt a kedvenc. A mozgáson kívül, mert tehát ugye nagyon mozgos gyerek voltam, meg szerettem a sportot, az éneket, és mindenféle mást, amit hát az akkori gyerekek műveltek. És ezen belül ez egészen 8-ig, és akkor a Bodor tanár úr már engem fejlesztett, mert látta, hogy ez nekem milyen fontos, és akkor az ő ajánlására mentem Pécsre, a művészeti gimnáziumba, ahol 75-ben érettségiztem. A festővászon tartalommal való megtöltéséhez számos technikát használ Ildikó. Kiállításomnak is azért adtam ezt a címet, hogy Világaim, mert szerettem volna azt érzékeltetni, hogy amikor mondjuk tussal rajzolok, az is egy világ, mert ugye akkor csak a vonal érvényesül, és az, hogy a vonalat milyen sűrűn húzom, és azzal próbálok térbe helyezni valamit. Bár én síkos vagyok, tehát én az iskolában nem a plasztikus csoportba tartoztam, mi külön is tanultuk a rajzot. Tehát a reklámgrafika és a szövőszak a síkos, és akkor az ötvösök meg a plasztikusok voltak, akik eleve úgy tanítottak bennünket, hogy a térlátás őnekik nagyobb legyen, mint nekünk. Az atom, amiből pár darabot kitettem, a diófapát, és mivel Tengelicen születtem, ott nőttem föl, oda van nagy kötődésem, és nagyon szomorúan láttam, hogy egy pár éve az ottani tó, a felsői tó kiszáradt. Amit én úgy szerettem, oda jártunk kirándulni, majálisok voltak, csónakáztunk, és davirózsa volt, és minden, és most kiszáradt. És akkor ennek a tónak az emlékére készítettem egy sorozatot, hogy úgy megmaradjon, hogy ott azért volt ott egy ilyen csoda, ami számunkra mindig felüdülést hozott. A többi munkám, a tusgrafika, az vagy olyan, hogy amit látok, azt lerajzolom, vagy amit elgondolok, amit kitalálok. Juhász Ildikó Világaim című kiállítása május 5-ig tekinthető meg a Bonyhádi Művelődési Ház nyitvatartási idejében. Petőfi Sándor életéről, munkásságáról hallgatott előadást egy különleges tanórán több száz dombóvári diák. A rendhagyó irodalom órát Juhász Anna magyar irodalmár, kulturális menedzser, Juhász Ferenc költő lánya és a Verseitek Dallama együttes tartotta. Nem volt annyira erős színpadi jelenléte, de ettől függetlenül benne volt a művészettel való találkozás. És nagyon sok esetben már ekkor fogalmazza a gondolatait. Petőfi ugye végigéri az életét. Talán ismeritek az úti rajzait, az úti naplóit. Rengeteget gyalogol Petőfi. Ebben az én gondolatomban nem is csak a gyaloglás maga számít. Nem is tudom, hogy a ti életetekben mennyire van az, hogy mondjuk nem az, hogy egy kilométert, hanem 30-at. Nyilván nincs benne, egyikünk képes nincsen benne. Azok a távok, amiket Petőfi megkészít. És itt nem csak arról van szó, hogy valaki
ennek a talán gyengébb testalkatának az ellenére bírta. Őt a hite és a szeretete és az a belső titok, vagy az a belső erő fűtötte, amit szinte nehéz is elmagyarázni. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés műfajunk van, mert az oktatás mellett, úgymond a kötelező mellett a miénk az öröm, a miénk a kicsi kitekintés, ezek a rendhagyó órák valamiképpen talán így mellérendelő viszonyban vannak az iskolai oktatás mellett, de azt hiszem, hogy talán egy kis levegőt ad minden diáknak, meg akár a résztvevő tanároknak, meg mindannyiunknak, mert egy olyan hálózatot igyekszünk bemutatni egy rendhagyó irodalom órán, hogy azok a szerzők, akik akár 100 vagy 200 év különbséggel éltek, hogy kapcsolódnak össze. Azért, mert hasonló fogalmakat mondanak, azért, mert hasonlóképpen viszonyulnak a szeretethez, az otthonhoz, a családhoz, hogy lehet fedni egy szálat József Attila és például a mai órán Pilinszky és Petőfi között, vagy akár Juhász Ferenc, I.S. Gyula, Nagy László és Petőfi között. Mi az a közös titok, ami mindenkiben benne van, és akinek a verseit élményszerűen érdemes felfedezni. Talán kevesebb olyan diák van, aki élményszerűen olvas Petőfit, mert talán Ady Endrénél, Radnóti Miklósnál, József Attilánál nyílik ki a szívünk afelé, hogy mi ez a költészet. Pedig a forrás, a levegő, az Petőfi Sándor. Nagyon sokan belőle táplálkoznak, úgyhogy abba bízunk, mert hallatszik a háttérben a próba, hogy egy zenével átitatott, fiatal zenekarral bemutatott zenével átitatott irodalomórán ezt az élményszerűséget, ezt a levegőt tudjuk megadni a diákoknak. Folyamatosan ért, folyamatosan ért. Tehát annyira benne volt ez a hív, ezt a rengeteg verset tényleg alig pár év alatt írta meg, közben útirajzokat is írt, közben nagyon sokat olvasott, benne élt ebben a szövegvilágban, amikor valakit, mindig fel szoktam tenni azt a kérdést, hogy lehet egy életművet nem a vége felől nézni. Tudjuk-e József Attilát nem a tragikus vége felől nézni? Másképpen olvasnánk-e, hogyha nem tudnánk, hogy hogy halt meg? Tudjuk-e Petőfit nem a végéről nézni, hogy ez egy 26 éves srác, és milyen rövid idő alatt írja meg, micsoda teljesítmény, amit ő csinált? Engem egyébként lenyűgöz a teljesítmény. Nem azt mondom, hogy tizenpár évesen már teljesítmény orientált voltam, de ezt nagyon nehéz utána csinálni. És nagyon-nagyon nagy sűrűséggel vannak zseniális versek közben. Tehát ez egy nagyon különleges rác volt, aki akkor is írt, amikor gyalogolt, akkor is írt, amikor hazament. Például 20 évesen, másfél éve nem látta az édesanyját, és hazamegy, akkor írja meg a Füstbe ment tervet. Egész úton hazafelé azon gondolkodás, miként fogom szólítani, még nem látott anyám. Rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves szépet neki, midőn meg bölcsöm ringatá. Eszembe számtalan szebb nézem gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szalad. S jutott eszembe számtalan szebb nézem gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szalad. Én abban hiszek, hogy mindenre reagálni kell, az internet, vagy azok a kis tárgyak, kütyük, ez mindannyiunk élete része, hogy magának, úgy nekem is itt van a zsebemben a mobilom, de nem mindegy, hogy mit nézek ezen a mobilon. Hogyha elérjük a fiatalokat, vagy azt a YZ generációt, aki már úgy születik, hogy a kezében van ez a telefon, és ezeken az eszközökön is verseket, idézeteket kap, vagy olyan videókat, ami írókról, költőkről szól, vagy egyetlen a szavak erejét valaki megtalálja, hogy ne emojikkal, meg jelekkel kommunikáljunk, hanem legyünk már túl ezen, és tanuljunk meg fogalmazni, tanuljunk meg egymás szívéhez szólni, akár egy verset, akkor jó úton járunk, úgyhogy mi akár az óráinkat, akár a programjainkkal ezt szeretnénk elérni, mert hogy szükség van a szavakra, ezt mindenki tudja. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a Pilvaker nem véletlenül töltött meg 12 000 emberrel éveken keresztül egy nagy arénát, azért, mert egyszerűen, ha dallal, mai fiatalokkal, művészekkel vegyítjük az irodalmat, akkor ennek nagyon nagy ereje van, és van rá közönség, nem igaz, hogy nem olvasnak a fiatalok, csak valahogy talán meg kell találni azt a módot, ahogy egy verset elviszünk
egy fiatal generációhoz, és ugye maga mondja Petőfi, hogy legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, ő is dalt mond, nem véletlenül, erről lesz ma szó majd az órán, úgyhogy nem is csak vigasztalás, de vigaszt és támasz is egy-egy vers, úgyhogy ezekkel a szívünkben, ezzel a kapcsolódással a szívünkben vágunk neki a munkánknak minden alkalommal, minden évben, és nagyon bízom benne, hogy ennek tényleg van hatása, és nem véletlen, hogy itt Dombóváron most 400 diák lesz. Tehát azt gondolom, hogy nem csak kényszerből lesznek itt a diákok, hanem talán egy picit más szívvel fogják elhagyni a termet, és szeretni fogják még inkább Petőfi Sándort. Változó korban élt Petőfi, nagyon sok forradalom vette körül már fiatalon, és ezeknek a forradalmaknak a hatása nagyon erősen érezhető volt már az ő életében, és ő nagyon művelt fiú volt, fordított, nagyon sokat tanult, nagyon sokat olvasott, többek között például a francia forradalom történetét, de nem akarok ennyire előreugrani, mert azért kezdtem el a vándorlást is mondani, mert nagyon sokfelé vitte el Petőfit a lába, sokszor szinte a mai szavainkkal éve hajléktalan volt, annyira nem volt semmije, de mégis felgyalogolt Budapestre például Vörös Martihoz, megmerte már mutatni a verseit, egyébként onnan indult el a karrierje. Egy ilyen, 20 éves korában egyfajta beérkezés után tér majd haza a szüleihez. Sors, nyisd nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamvadjon ki haszon nélküle nemes láng, amely úgy hevít. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!